Várostörténeti témákban bizonyították tájékozottságukat a tatai diákok a Kuni Domokos Múzeum kék vetélkedőjének döntőjében. A korábban beküldött feladatok eredményei alapján a 8 legjobb csapat versenyezhetett, őket várták a kétnapos eseményre. A hét próba tó körüli feladatait nevezetes helyszíneken és történelmi személyekkel kapcsolatban kellett megoldaniuk a fiataloknak. A feladványok és ügyességi feladatok között több is a vízhez kötődött, akár csak Tata történelme. Annak ellenére, hogy nem csak a téma, hanem az időjárás is vízes volt, a csapatok lelkesen vágtak neki a hétpróbának. A városi témákra vonatkozó akadályversenyhez a lovarda kapujától indultak a gyerekek. Itt kapták meg a legfontosabb instrukciókat és egy térképet, ami alapján eligazodhattak az állomások között. Időrendi sorban haladva egy-egy híres, eltévedt történelmi személy kérte a diákok segítségét. Én vagyok itt. A neandertali-kori ősasszony, és eltévedtem, képzeljétek, olyan korban és időben, hogy olyan furcsa helyre kerültem, mi, amikor 10 millió évvel ezelőtt itt éltünk a családommal, itt a barlangban, egész máshogy nézett ez ki. Itt mindenhol források fakadtak, mocsarak voltak, itt van egy tó, régen ez egy csodás mocsár volt, ide járt a forrásokhoz a környék összes vadállatja enni, meg inni. Meg nekünk is volt ivóvízünk. Tehát egy csodálatos mesebeli környék, most meg egy ilyen kis kiszáradt helyen vagyunk. Na nem baj. Minden esetre remélem segítetek nekem, hogy visszataláljak a 10 millió évvel ezelőtti korban. Avval tudtok segíteni, hogy megkeresitek az eldugott kártyáimat. Az osztályfőnök asszony kért meg minket, hogy segítsünk neki a csapatokat kísérni, hiszen azért még nem túl nagyok, és a tóparton ne sétáljanak önállóan. De egyébként is szerintem egy érdekes élmény, hogy milyen újdonságok, számunkra újdonságokat tudunk megtanulni Tatáról, Tata múltjáról a múzeum szervezésében. Miért fontos, hogy ismerjük a környezetünket, és ismerjük a történelmünket? Én azt gondolom, hogy fontos, hogy ismerjük a hagyományainkat, azt, hogy honnan jöttünk, aztán pedig az is jó, hogy tudjuk, hogy hova tartunk. Minden gyereknek fontos, hogy valamilyen módon kötődjön ahhoz a helyhez, ahol él, ahol lakik, és ehhez az a legjobb, hogyha büszke lehet arra, hogy tudja, hogy mi történt korábban az adott helyen. Nagyon várták a gyerekek a versenyt? Igen, és nem csak azért, mert ma nem kell iskolába menniük, hanem tényleg izgatottan várták, hogy miket tanulhatnak még, hiszen ez egy hosszabb rendezvény sorozatnak úgymond a vége felé közelít. Ma van ez az akadályverseny, és holnap még lesz az ökoturisztikai központban egy félnapos rendezvényük, és hát nagy a verseny, mert hát egy távúrozásról van szó. Könnyebb itt tanulni? Ez biztos. Sajnos ugye a feszes órarend nem teszi lehetővé, hogy minden egyes tantárgyat olyan körülmények közt tanuljanak a gyerekek, de hát már van tapasztalatuk ilyenből, mert nagyon jó az osztályfőnökük, és a Tata órák keretében ők elég sokszor sétálnak a városba, és így tanulják a város történelmét. Mi vagyunk az első, vagy én vagyok az első állomás. Itt ugye a Porhanyombánya és az ősember telephez kapcsolódó kérdések vannak, illetve ugye akik részt vettek a felkészítő előadássorozaton, azok tudhatják, hogy a geológiai kertben, tehát minden olyan, ami geológiával, barlanggal, ősemberrel, kőzetekkel, kristályokkal kapcsolatos információ. Kolléganőm, a geológus éppen nem tudott itt lenni, mert konferencián van, de elkészített egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon informatív skiccet, geológiai skiccet mindarról, amit hallhattak a gyerekek már a múzeumban, és akkor itt játékos formában igazából egy kicsit így számon kérjük őket, úgyhogy ez az első állomás témája. Sokkal több impulzust kapnak így a gyerekek, mint egy tanóra keretében. Ez így van, ez az mi mániánk, azt hiszem, így a múzeumban, meg hát a lehetőségeink is adottak hozzá, hogy egy ilyen felfedező, vagy egy ilyen élménycentrikus tanulásban vegyenek részt. Igazából ez a célunk, hogy ezt egy kicsit segítsük, népszerűvé tegyük, és ez így bevonzuk őket a múzeumba, és kicsit örömüket lejjék a tanulásban. Minden állomás valami neves helyhez kötődik. Erről a szikláról mit kell tudnunk? Igazából nem is a szikla az érdekes, hanem itt a környéke. Tehát az kellene, hogy tudatosuljon a gyerekekben, hogy
ezek itt mind források által, tehát itt rengeteg forrás volt a gerecséből, itt bújtak felszínre a források. Ez a mészkőtufa, ami itt van, azt mind forrás alkotta, és nem ugyanaz, mint például, ami ugye a Kálvária dombnak a túloldalán, az pedig egy tenger alkotta a lerakódás. Tehát az egy tengeri mészkő, ez meg egy édesvízi mészkő, igazából egy sokkal lágyabb anyag. Meg hogy ugye milyen híresség történt, hogy a neandervölgyi ősember telep volt itt. Tehát egy-két olyan helytörténeti dolgokról tesznek tanúságot, illetve tudnak meg dolgokat, amik ilyen tataiaknak talán fontos, és nagyon érdekes is egyben. A Porhanyóbánya barlangjában paleolit ősemberek telepettek, fedezzétek fel a kutatók. Milyen leleteket találtak? Hát mondjuk eszközöket. Eszközöket, csonteszközöket. Igen. Kőből, eszközöket, igen. Így van, és még valaminek a csontját. Mamut csontot. Nagyon jó, plusz kérdés. Melyik a képen, melyik a mamut? Ezt mutassák. Ez. Na, melyikre mutattok? Ez a legnagyobb, ugye? A legnagyobb a mamut. Nagyon jó. Keressük meg a hármas kérdést. Itt van. Te most el, légy szíves. Mit láthatók a köveken? Na? Hát ez egy levél. Levéllenyomatok. Ez egy jó válasz. Hogyan képződhettek? Itt az A vagy a B a jó válasz. Forrásokból kicsapódó mezőben van. B. Mert itt tengerről van szó, mit mondtunk itt? Ja, forrás! Forrás, tehát a forrásokból kicsapódó mészkő vette körül, illetve annak a lányon. Négyes kérdés? Nem, ott van, na? Ki nem volt még? Milyen barlangi képződmények vannak a fotókon? Na? Hát ezek cseppkövek. Cseppkő is? És... A másik? Mi gyönyörű? Krisz? Kristályok. Oké, mi a következő? Rajzon, melyik a legidősebb kérdés? Ugye ez is volt a... Ezen a rajzon. Melyik a legidősebb? Nagyon okos, így van, ami már egy cseppkő oszlopot alkot. A neandervölgyi ősembertől sok-sok évet átugorva haladtak tovább a diákok. A kővázánál a szemergő esőben rejtvényt fejtettek, a várban pedig ügyességi feladatokkal készültek a Kunidomokos Múzeum korhű ruhába öltözött munkatársai. A várat véli, de nem kőből készült. Nem kőből készült. Talán a fahíd, nem? Nem. De milyen? Mi van a vár körül? Gondolkozzatok. Erőd. Mit a vár körül? Mi van árok vagy vizes árok. Milyen árok? Vizes. Sokat lehet tanulni az ilyen versenyeken. Mik azok az új információk, amik akár önnek is újdonságot jelentettek? Hát például, amikor láttam a középkori térképet Tatáról, akkor sok új információt kaptam erről, hogy nézett ki akkoriban a település, meg most a várral kapcsolatban is sokat mesélt, hogy ami nekem újdonság volt. Van nekik Tata órájuk, helyismereti óra, minden héten egyszer, és sokat járnak körbe a városban, meg kiállításokra is elhozták őket, előadásokra járnak, úgyhogy szerintem már sokkal többet tudnak róla, mint én. Hát szerintem nagyon fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy hol élnek. Ismerjék a történelmüket, a múltjukat, meg a városokat, már sokkal erősebb kötődés alakulhat ki az otthonukhoz is ezáltal. Hát akkor nagyon szeretettel üdvözlöm a vándorokat az úrnak 1409. évében, Zsigmond király uralkodása idején. Be is mutatkoznék, Eberhard Windeke vagyok, Mainzből származó polgár, akit ő felsége fölfogadott szolgálatába. Nagyon kalandos életem volt már, hasonló korban, mint ti vagytok, elkerültem otthonról, és végig kalandoztam Európát. Rengeteget láttam, tapasztaltam, még végül itt ő felsége udvarában kötöttem ki. Itt őt úgy szolgálom, hogy én vagyok az ő krónikása, emellett diplomáciai feladatokat is ellátok, és most képzeljétek, nagyon csúfosan jártam, ugyanis még éppen ő felsége ügyét intéztem, hát jól itt is hagytak. Tőfessége tovább ment vissza Budára, ugye ő ott tartotta a birodalmának a központját, és annyira siettek, hogy engem még itt is felejtettek, úgyhogy majd ebben a borús időben magam kell, hogy utánunk szaladjak, siessek. Képzeljük csak el, hogy itt állt egy gyönyörűséges, saroktornyokkal ellátott vár. Mi védte ezt a várat? A vizes ára. Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Na most képzeljétek el, hogy itt még északról és nyugatról még pluszba ment a tornyok előtt egy támfal, egy támpilléres támfal, ami mellett volt vizes árok, 12-14 méter széles volt, és ebbe bevezették a tóvizét. Tehát két irányból
gyakorlatilag a víz így védte a várat a fallal együtt, másik irányból pedig ott volt a tó és a mocsár, mint teljesen természetes védővonal. Így lett a tatai vár egy tökéletes erődítményként vízi vár. Jó, ez nagyon fontos, hogy tudjátok, mert hogy ugyanis, most a képet eldugom, az lesz a feladatok, hogy kaptok egy percet. Az a történelmi kor, amit el fogunk játszani, az az 1543-as évek, amikor egy zsordos kapitány feladta a tatai várat, elmenekült, fellázadtak a zsordosok, és elmenekült Komáromba, ott kivégezték, és tulajdonképpen én ezt a kapitányt fogom megszemélyesíteni, de azon kívül, hogy meg fognak ismerkedni ezekkel a tárgyakkal, ami nem feltétlenül és teljesen korhű, felvetik a ruhákat, tehát valamit átélhetnek ebből az egészből, és fogunk tartani egy haditanácsot, ahol ők két részre oszolva, hát vitatkoznak azon, hogy feladják a várat, vagy nem. Ugyanis ennek van előzménye, tehát részt vettek olyan foglalkozásokon, hogy megismerték a városromot, a váraknak a típusait, tehát, hogy körülbelül így próbáljuk feleleveníteni a múltat. Ezeket nevezték vízivárnak. Hogyan lehetett azt elérni, hogy mindenhol ilyen víz vegye körül ezt a várat? Mit lehetett csinálni vele? Árok. Árkot hoztak létre, igen, és az árkon keresztül elmocsarasult jutták. Tehát egy hatalmas mocsár vagy víz rengeteg lett körül a várat. Na most, ha valaki támad, tehát el akarta foglalni a várat, akkor hogy lehetett legyőzni a vizet? Jó. Szerintetek? Ma hogyan lehet csökkenteni mondjuk a tónak a vízszintjét? Leeresztik, vagy leengedik. Akkor régen a törökök mit csinálhattak, hogy mégis át tudjanak kelni? Hát ők is leeresztették, tehát ástak például egy nagy árkot, ilyen volt a Szigetvár is, és akkor megszűnt. Aztán miért volt még erős a vár? A víz miatt, mindenhol víz vette körül, árok vette körül. Milyenek a falak? Mit láttatok? Nagyon vastagok. Milyen lemélet a vastag fal? Az ágyunk ellen, igen. Csak az marad meg az emberben, amit át tud élni, és csak úgy tudja valaki átélni, hogyha egy kicsit átváltozik, átlényegül, hogyha valaki felvesz egy ilyen könnyebb sodronypáncért, tehát ez nem is rendes páncél, akkor el tudja képzelni, hogy mit jelenthetett ebben a páncélban harcolni, vagy 40 fokban kitartani, és erre nem biztos, lehet, hogy azt is megtanulják ezzel, hogy a hazaszeretet nélkül, zsordosként, pénzért, ezt nem volt érdemes vállalni. Gyertek, segítsetek, keressük meg a ujját. Az ujját. Jaj, de vigyázzatok, iszonyú nehéz. Megvan? Ott van az egyik ujj, meg a másik ujj, felveszi valaki? Nem nehéz. Sokkal nehezebb így tartani. Na. Valaki vállal. Tartjuk, jó? Na, és akkor ezt így végig be lehet. Miért ilyen széles a karja? Lehessen, mert nem mozog. Igen, a mozgás miatt. És mi? Hát a alsó karja biztos, hogy ezért, de ez alá mindig fel kellett venni mindenféle inget, meg más, mert képzeljük el, hogy mozog ebbe, akkor ez felsérteni a bőrét, és melegben mi történik ezzel, ha mondjuk van 40 fok? Felmelegedik. Hát teljesen átmelegedik, átforrósodik, és akkor szinte hát éged, de hogyha ez alá még felvesz, elég borzalmas az egész, de ez egy nagyon jó fegyver volt. Jó, vedd le. Ez nagyon könnyű. Emeld meg. El ne esd. Ugye, hogy könnyű? Igen. Na. Hogyan kellett ezt fogni? Mi az a markolat? Hát a bőr ugye, hogy védje a kezét, de hogyan fogtam? Nézzétek meg a markolatot. Két kézzel. Onnan látszik a markolatban, hogy két kézzel? Hát, hosszabb is. Hogy tulajdonképpen két kéznek van kialakítva, tehát ez nagyon hosszú. Miért fogták ezt két kézzel? Mert
Hát egyrészt nagyon hosszú. A fegyverek közül még a számszeríjat is kézbe vehették a csapattagok, ami meghatározó és sokat használt eszköze volt a középkori háborúknak. Ezt a fegyvert a hagyományos íj felhúzásához szükséges erő és gyakorlottság nélkül is lehetett használni. Európai elterjedésük a római korig nyúlik vissza. Igen, ez számszerí. Hogyan működött ez, ezt tudja valaki? Hát azzal karra kellett. Fog meg te. Igen, nehéz. Nem tudjuk az egészet eljátszani, csak elméletben tudod elmondani. Igen. Valahova ezt ezt hátra kellett húzni, ezt is karton. Igen, be kellett akasztani. És ezzel kellett kivenni. Igen, és ezzel eresztették ki. Miért volt ez nagyon félelmetes? Mert erős. Iszonyú ereje volt ennek. Olyan erős volt, hogy átvette a páncélt is. A íjászok azok mindig különösséget képeztek. Kivételesen a festők által is gyakran megjelenített pötörke malom is nyitva állt a gyerekek előtt. Az 1960-as évek végén a műemlék felügyelőség tulajdonába került épület földszintjén még ma is meghatározó a régi idők hangulata. A hatalmas malomkerék mellett lépcső vezet az emeletre. 19. század közepéről érkeztem, egészen pontosan 1829-ben születtem, és Pötörke Júliát jelenítem meg itt most a malomban. Ugye azt az utolsó Molnár lányt, akinek a hozománya volt ez a malom, és végül is Gróf Eszterházy vásárolta meg tőle. Az én nálam a gyerekek feladata az lesz, hogy egy kicsit megfejtsék velem a malom működését, hogy nézett ki ez a malom, itt be lehet jönni, meg lehet nézni. És hát egy kicsit elbeszélgetünk arról, hogy milyen szerepe volt a malmoknak Tata életében, hiszen a 19. században abszolút központi szerepet töltöttek be a város gazdaságában, életében. És az ő feladatuk lesz megfejteni az én történetemet, az én életemet, hogy hogy kerültem én ide a 21. századba, és hogy lehet az, hogy már nem működnek és nincsenek malmok, és hogy ők is egy kicsit belelássanak abba, hogy milyen szerepe volt a vizeknek Tata életében, milyen gazdasági szerepet töltöttek be. Ez lesz nagyjából a feladatuk nekik, és hát egyébként pedig egy játékos utolsó takarítása lesz a malomnak, össze kell gyűjteniük az egereket, mert hát egy malomban nem lehetnek egerek, természetesen nem szaladgálhatnak. Úgy adjuk át a grófnak a malmot, hogy tisztán és rendben van. Milyen érdekességeket lehet még itt megnézni, kipróbálni, miket kell tudnunk róla? Hát itt a malom belsejében látható egy vízikeréknek a belső szerkezete, ami ugye forgatta az örlőköveket, ami hajtotta a malomnak a belső berendezését. Kívül pedig szintén meg lehet még nézni a vízikereket, és elég jó állapotban is van. Hát ezzel is meg kell egy kicsit ismerkedniük, hogy ez ugye mind-mind a molnároknak, a szakembereknek a feladata volt összeállítani ezeket a az elkészített berendezéseket, eszközöket. Az ő szaktudásukra volt szükség ahhoz, hogy ez a malom ez úgy tudjon működni, hogy itt egy folyamatos örlés és egy folyamatos hát élelmiszer előállítás, élelmiszer alapanyag előállítás az zajlott folyamatosan. És nem mellesleg ugye Tata egyik legszebb műemléki épületéről beszélünk, ami kedvelt téma volt itt akár a festőknek, akár más művész embereknek, és hát ezért is fontos, hogy ezt a malmot egy kicsit jobban megismerjék, lássák, minden nap elmennek mellette, de arra csak nagyon ritkán van lehetőségük, hogy bejöjjenek, és egy kicsit ezt a hangulatot is megismerjék. A búza örlése az ugye folyamatosan zajlott, nem nagyon állíthatták le a malmot, hát voltak persze olyan időszakok, amikor szünetelt az örlés, hogyha nagyobb jég volt, vagy egyébként ilyen hidegebb időkben volt, hogy szünetelt az örlés, de hát egy körülbelül egy ilyen éjszaka alatt meg kellett őrölni ezt a búzát, amit behoztak ide, folyamatosan mentek az örlőkövek. Előzetesen a gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy részt vettek egy ilyen múzeumpedagógiai, részt vehettek, nem volt kötelező, de részt vehettek egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatban, aminek az egyik állomása a Nepomucénus Malom, vagyis a Német Nemzetiségi Múzeum volt, ahol ugye amellett, hogy szintén egy malomépületet jártunk körül, ismertünk meg, az is lehetőség volt, és az is része volt a felkészülésnek, hogy ugye ott elkészült egy rekonstrukciós film a malomnak a belső működéséről, hogy nézett ki, hogyan épült fel, és ez egy nagyon, nagyon szépen, nagyon
nagyon jól animált film, és végig tudták követni azt a folyamatot, ahogyan egy malom belső szerkezete felépült, és egy kicsit láthatták azt, hogy hogyan forogtak az örlőkövek, hogyan forogtak a kerekek, amiket sajnos nem láthatnak, ezeket a folyamatokat ismerhették meg. Utána ismerkedtünk a mértékegységekkel, a mérőeszközökkel, ugye a múzeum eszközeiből tudtunk nekik jó néhány olyat mutatni, amivel a fertállyal, a vékával, a búzának a különféle mértékgabonának, szemes terménynek a különböző mértékegységeivel ismerkedtünk, és ajándékként pedig egy zsákot vihettek magukkal, amit saját maguknak kellett megmintázniuk. Ugye ez a zsák, ez nagyon egy ilyen fontos szerepet töltött be, holott egy nagyon egyszerű kis tárgy, de fontos szerepet töltött be. Egyrészt ugye ebben érkezett be a gabona, másrészt ugye ebben mérték ki, hogy mennyi gabonát töröljenek meg, és egyedi megkülönböztetése volt ezeknek a zsákoknak, minden személynek, minden falunak, minden közösségnek sajátos jegyeket tudunk megnézni ezeken a zsákokon. Ezt kellett nekik is elkészíteniük. Az öreg túl különlegességénél az 1780 körül Fellner Jakab tervei alapján készült vízivágóhídnál is megálltak a diákok. Az épületet ma is vastag nádfedél borítja. Napjainkban a mellette kialakított kikötőben álló vitorlások tulajdonosai használják. Örülök, hogy itt vagytok. Bemutatkoznék, Mikovényi Sámuel vagyok. Bár egy kicsit zavarba érzem magam, mint hogyha az időben elvesztem volna, azért erősítsetek meg, 1747-ben járunk, ugye? Nem. Jól sejtettem, én már elég fura a ruhátok, mint hogyha nem a mai, az én korom divatának megfelelő lenne. Milyen évet írunk? 2016. Menj gott. Jól sejtettem. Akkor viszont egy kis segítséget kérnék tőletek, azonban előtte azért illendő módon bemutatkoznék rendesen. Mint mondtam, a nevem Mikovényi Sámuel. A 18. század az én korom meghatározó magyar tudósa vagyok. Tanultam matematikát, térképészetet, rajzolást, rézmetszést, olyan polihisztorféle vagyok. Dolgoztam az udvari kamarának, a helytartó tanácsnak, és most a tatai uradalom birtokosának is, aki nem más, mint gróf Eszterházy József. A gróf megbízott egy feladattal, hogy készítsek neki egy térképet, amin egy csatorna látható, amely elvezeti azt a mocsaras lápocs vidéket, amit a környékén a 18. században jellemző. Megmutatnám nektek ezt a térképet. Itt megtalálhatjátok Tatát és Tóvárost, hogyha látjátok. A tavat könnyebb talán megkeresni. Hol lehet most az öreg tó ezen a térképen? Hát... kicsit feljebb. Nem, az ott. Ott, így van. Körülötte a város. Igen. Itt ez a vidék, itt látjátok, ez egy szántó terület, egy jól megművelhető földterület. Azonban ezen a részen, Tatán és Almásfüzitő között, mint mondtam, egy mocsaras vidék van. Erre állatot hajtani, földet művelni nem lehet. Ezért megbízott a gróf, hogy készítsek egy tervet a mocsarak lecsapolására. A Feszti villa 1885-ben épült Feszti Árpád számára, aki feleségével gyakran látta vendégül Jókai Mórt, Eszterházy Miklóst és Gárdonyi Gézát is. A víz elvezetésével kapcsolatban ő is a gyerekek segítségét kérte. Az Eszterházy gróf alakít nekem gyakran vendégem, meg a testvéremmel azon gondolkodtuk, mit lehetne a fölösleges vízzel csinálni, és én, mint építész, azon gondolkodtam, és terveket is készítettem, hogy a fölösleges vizet elviszik Budára, és az ottani vízellátást megoldjuk vele. Ennek a tervei megvannak, de még nem valósult meg. Na most ehhez kapcsolódna egy játékunk. Képzeljétek el, hogy kiszárítjátok a vizet Budára. És akármilyen furcsa a játék az lesz, hogy van ott egy tálba víz, itt van egy kancsó, és időre 5 perc alatt egy darab kanála, egymás kezébe adva a kanalat megtöltitek, amennyit tudjátok, 5 perc leforgása alatt a korsó. Az utolsó, 7. próba után a gyerekek azt is elárulták, hogy szerintük melyik volt a legnehezebb feladat. Második. Amikor térképen el kellett vezetni a papot, vagy nem tudom. Nem papot, hanem... Kolostoros bácsi. Kolostoros bácsi. A pácsi.
Szerzetes mostorba. És erről a helyről most mit tudtatok meg? Ez a Fesztiadolf építette ezt a villát. És miért költözött élő ide? Miért építette? Hát, mert ez itt egy nagyon szép terület. Nyugodt hely. Nyugodt és szép. Izgultok már az eredmény miatt? Igen. Az eredmény hirdetésre azonban még egyet aludni kellett, sőt a 8 csoportot másnap az új kajakházban további feladatok várták, ezekkel is megbirkóztak, mielőtt kialakult a végső sorrend. Tatán mik azok a kőzetek, amiket a gyerekek ismerhetnek, amit így az egyszerű turista is találkozhat vele és láthatja? Igazából elég sokkal találkozhatnak, csak nem biztos, hogy valaki felhívja a figyelmüket rá, hogy ezek milyen érdekes és különleges kőzetek. Itt van például a kezemben egy úgynevezett kavics konglomerátum, amiben az Angyal Forrás nevű hatalmas nagy barlangterem keletkezett. Ez így egy geológiai ritkaság, mert ilyen közetben nem nagyon szokott barlangüreg kioldódni. Aztán vannak itt a barlangokban talált ősemberi kőeszközök, rendkívül éles még most is, úgyhogy alkalmas lenne a használatra. Egy tűzkőből van, amit a környéken, a Kálváriadombon talált az ősember. Aztán van itt egy későbbi időszakból, ez pedig nefritből készült, ami egy ilyen féldrágakőnek fogható fel. Ez már egy fejlettebb változat, ez már csiszolt eszköz. És ezek közül, a kőzetek közül a gyerekek azért felismerik, hogy mi micsoda? Hát egy részét fel, már nem tudom, szerintem a földrajz tanításnál a kicsit háttérbe szorulnak a geológiai ismeretek, főleg az ilyen alapvető dolgok, hogy legalább a legfontosabb kőzeteket ismerik fel, és ezért a tatai kőzeteket se igazából ismerik. Könnyebben megtanulják így, hogy egy ilyen verseny során végigjárják a lehetőségek? Igen, szinte biztos, hogy sokkal hatékonyabb, mintha csak egy könyvből vagy az iskolában megmutatják nekik, mert így a saját tapasztalataik alapján kézbe fogja mindjárt más a dolog. Örömmel tapasztaltam, hogy sok oldalú az érdeklődésük a természettudományoktól a történelemig, sőt talán inkább a történelmi dolgok domináltak, meg az építészet. Úgyhogy én nagyon örültem ennek a vetélkedőnek, és örültem, hogy részt vehettem a zsűri munkájában, mert pozitív dolognak tartom, hogy az ifjúságunk érdeklődik a város története iránt. Hogyan segítettél a gyerekeknek a játék során? Ugye tegnapi napon az akadályversenyen a gyerekek gyakorlatilag végigjárták Tatának a történetét, ami a vízhez kapcsolódik, és ott az én állomásom az egy középkori elveszett bencés szerzetes volt, aki szegény áll valahol Tata közepén egy térképpel a kezében, és keresi buzgón a Szentpéter és Pál monostort. Nyilván a mai napon pedig én is egy ilyen kék egyen ruhában próbáltam a gyerekekhez öltözni. Gyerekek közül volt olyan, aki azt mondta, hogy az a feladat volt a legnehezebb, amit nálad kellett megoldani. Hát ez könnyen lehet. Én a szigorúságomról vagyok ismert messze földön. Igazából valószínűleg inkább arról lehetett szó, hogy egy olyan térképen kellett a gyerekeknek kiigazodnia, amelyik 18. század elején készült, tehát nagyon sok olyan objektum nem volt rajta még látható, ami ma áll, tehát például az Eszterházi kastélyt nem láthatták rajta, ellenben ugye a ma üresen álló kastélytéren már szerepelt egy korábbi gazdasági épület. Az idén is nagyon ügyesek voltak a gyerekek, felkészültek. Szerintem nagyon nagy öröm, hogy évről évre egyre több csapat jelentkezik, akik közül ugye mindig a legjobb 8 kap meghívást ide a kétnapos döntőbe. És hát nyilván az is örömteli, hogy gyakorlatilag mind a tegnapi, mind a mai napon azért nagyon szoros eredmények születtek, mert ez azt mutatja, hogy tényleg mindenki élvezi, mindenki törekszik arra, hogy a legjobbat nyújtsa, és mindenki a legnagyobb erejét beleadva készül a döntőre.
A második fordulóban a gyerekek plakátokat is készítettek arról, mit mutatnának meg feltétlenül egy Tatára érkező turistának. A zsűri az ötletet, a kivitelezést és az ügyes előadást is pontozta. Most azt ábrázoltuk itt a nekünk is Szent János, meg a szobrát, és ilyen kis nyitható mini poszterfélét készítettünk. Így ugye láthatni, hogy ki lehet nyitni ezeket a kis részeket, hogy a többi részét meg lehessen csodálni ezeknek a helyeknek. És még itt van az Eszterházi, az egyik kastély, az Eszterházi kastély, még itt az üreg túl. Az eredmény hirdetésen minden kisdiáknak járt a jutalom és az oklevél a kitartó munkáért, a dobogós csapatokat pedig külön is díjazták. Tehát ugye így kizárásos alapon most már annyira nem nagy meglepetés, hogy az első helyezett aranyérmes csapat az 5-ös számú kőkúti 6. A1. Tagjai Tóth Kincső, Engler Csilla, Vajda Kolek Blanka és Szabó Gréta. Részt vettünk a múzeum által meghirdetett 4 foglalkozáson, aztán azt mindig kiegészítettük egy kicsit feladatokkal, tataórán sétálgattunk, és hát maga ez az egész felkészülés, az tulajdonképpen csupa játék volt. Örömmel vettünk részt rajta. Miért fontos, hogy a kőkútis gyerekek ezen részt vegyenek? Hát aki ebben a városban él és lakik, annak fontos, hogy tudja, hogy mi veszi őt körül, és tudjuk értékelni azt, ami a miénk, és ha felnőttek leszünk, akkor ugyanilyen értékesnek adjuk tovább azoknak, akik utánunk jönnek. Felkészülés során volt olyan dolog, ami még önnek is esetleg újdonság volt? Igen, voltak a feladatok között olyanok, például Hannibal Tassóról a verseny során hallottam először, amikor a gyerekek ilyen feladatot kaptak. Erről a táborozásról, ami a fődíj, mit kell tudnunk? A múzeum szervezi, múzeumban zajlik, és a múzeumi eszközök, látnivalók között olyan foglalkozásokkal, kézműves foglalkozással, kicsit történelmi elmélyüléssel tölthetnek el egy hetet, ami biztos, hogy nagyon nagy élmény és nagyon nagy tudásforrás lesz később a gyerekeknek. Meséld el nekem, légy szíves, hogy ezen a versenyen mit kellett csinálnotok, mit kellett tudnotok? Hát igazából, hogy itt mik az ilyen nevezetességek, fel kellett ismerni az itteni, ugye, és a híresebb helyeket, volt ilyen film is, és arról is, abból is le kellett jegyzetelni, hogy miket látunk, tehát igazából itt a vizeket is, forrásokat, barlangokat, tehát ilyesmiről szólt ez a verseny. A tataórákon is gyakoroltunk, amíg a többieknek már ugye elmaradt, és otthon is, meg interneten is néztünk, meg össze is gyűltünk, Skype-on is gyakoroltunk, szóval hát sok helyen. Melyik volt a legnehezebb feladat? Hát... Szerintem. Nem is tudom. Szerintem az, amikor megadtak egy kis képrészletet, és azon ott kellett megállapítani, hogy mi az. Hogyha egy turistát kéne itt végigvinned, mit mutatnál meg neki először? Hát én először biztosan a várat, mert ez nekem nagyon tetszik, mert régi is, meg mégis azért hordozza a történelmet. Tegnap végigjártátok itt a tó körül a helyszíneket. Miket láttatok, miket tanultatok? Hát igazából nagyon sok mindent tanultunk. Végig megnéztük a malmokat, feladatokat kellett teljesíteni mindegyik állomásnál. Az ilyen 7 próba volt, és mi ugye 7 feladat, és mindegyiknél ilyen feladatokat kellett teljesíteni. Például a malomban ilyen kis teniszlabdákat kellett egy ilyen karikába bele gurítani seprűvel, mert azok a teniszlabdák voltak az egerek. És mindegyik állomásnál kérdeztek tőlünk valamit, és volt egy papír, és azon volt egy ilyen kis kémcső, amiben vizet
kellett, vagyis vizet rajzoltak mindegyik állomásnál, és mindig a legtöbb az 2 centi volt. Hallottam, hogy itt a tanárnénik mondták, hogy ez egy vizes vetélkedő volt. Ez mit jelent? Hát, hogy ugye tazán nagyon sok víz van, és forrás, meg egy csomó patak is, és hát igazából arról szólt, hogy ezeket hogy ismerjük. Mit nyertetek? Csokit, egy ilyen albumot, amiben matricákat lehet ragaszgatni tatáról, egy bögrét, és ugye az oklevelet azt is megkaptuk. És van egy fődi is, én úgy hallottam, amit most elhoztatok. Táborozni fogunk, hát kaptunk erre lehetőséget, hogy mi elmenjük egy ilyen tatai táborba. És szeretnél elmenni? Igen, mindenképpen. A helytörténeti verseny nagyon sok kisdiákot és szülőt is megmozgatott. A rendezvényt és a tapasztalatokat Kövesdi Mónika művészettörténész foglalta össze. Évekkel ezelőtt próbáltuk meg a múzeum részéről a várostörténeti vetélkedőt olyan módon, hogy azon az összes tatai iskola részt vegyen, és az mint egy ilyen élmény, mint egy játékelem kicsit megelevenítse a gyerekek számára a városnak a múltját, a történetét, azt a tudást, amit a múzeum esetleg képvisel és közvetíteni tud, és a gyerekek számára meglegyen tehát a gyerekek úgy tudjanak ismereteket szerezni és tanulni, ami nagyon-nagyon eltér mondjuk az iskolai ismeretektől, meg a tankönyv jellegű ismeretektől. Mindig választottunk egy-egy témát, volt néprajzi jellegű, volt művészettörténeti jellegű. Általában azért történeti témáink vannak, de ott is megpróbáltunk mindig valami nagyon-nagyon újszerűt, kicsit kalandosat, és az is fontos volt számunkra, hogy a játék közben a gyerekek olyan helyszínekre jussanak el, ahová amúgy nem nagyon tudnának bejutni. Idén is ez történt, most is egy témánk volt, igazából egy elemnek a jelenlétéről van szó, a vízről van szó, ami ugyanakkor a meccéspontja a geológiának, a várostörténetnek, a néprajznak, tehát azoknak a területeknek, amihez a múzeum tényleg hozzá tud járulni a maga ismereteivel, a maga munkatársaival. Az előző napi akadályverseny helyszínein olyan helyekre jutottunk el, akár természeti helyszínekre, akár műemlékingatlanokba, amerre nem biztos, hogy a gyerekek, a családok eljutnak, vagy bejutnak egyáltalán. És közben ugye ott voltak a történeti szereplők, akik a vízhez nagyon szorosan kötődnek. A mai napon pedig hát a város jelenlegi legcsodálatosabb vizes helyszínére jutottunk el, az új kajakházba, ami pazar környezetet biztosított, kulisszát biztosított ez az úgynevezett kék vetélkedőhöz. Tehát itt még a belső építészet is kék, természetesen nyilván a vízre gondolva. És a behívott 8 csapat az asztaloknál ülve mérkőzött meg egymással. Játékos feladatok voltak ugyanúgy, színesek, különféle tudományterületekhez kapcsolódok, hát ezt a gyerekvetélkedő esetében talán nem is helyes kifejezés az, hogy tudományterület, de minden esetre megelevenedett egy kicsit beöltözős módon, játékos módon a várostörténet, a városnak a geológiai múltja, az adottságai, a vizei. Nagyon büszkék vagyunk most, hiszen igazából beérett az a folyamat, amit már az év elején elkezdtünk. Az egész évünk, mint egy projekt erről szólt, a vízről szólt. Témanapok keretében tudtunk olyan foglalkozást, teljesen új foglalkozásokat nyújtani a gyerekeknek, amik úgy gondolom, hogy ezt a vetélkedőt alapozták meg, ide vezettek el. Voltak előkészítő feladataink is, és akkor most is én úgy gondolom, hogy ilyenkor a vetélkedő után nem arról van szó, hogy most jó alaposan számon kértük a tudást, hanem arról van szó, hogy ebben a két vetélkedős napban még sikerült valamit úgy jobban összegyúrni az ismeretek tekintetében, és még újabb ismereteket adni. Én úgy gondolom, hogy most nagyon elégedettek vagyunk, és látva a gyerekeknek az örömét, azt hiszem, hogy jövőre is szeretnénk várostörténeti vetélkedőt rendezni. A tábor, ez is évek óta hagyományos, hogy a tábor és a vetélkedő összekapcsolódik. A
vetélkedőn résztvevő gyerekeknek a fő díja, és nagyon szeretnek hozzánk jönni táborozni a gyerekek, úgyhogy valóban, mint fődíj, nagyon jól be is szokott válni. Ezek a témakörök, amiket itt megközelítettünk januártól kezdve, azok a témakörök fognak újra csak megelevenedni egy kicsit olyan nyáriasabb formában. Tehát lehet, hogy délelőtt elindulunk ismereteket szerezni valamerre, és egész biztos, hogy nem is lesz unalmas. De hogyha utána délután ki tudunk rajzani egy picikét a vízre, akkor az biztos, hogy egy abszolút ideális nyári tábor élményt fog adni a gyerekeknek. Így képzeljük el a nyári tábor. Tehát mindig van egy picike ismeretrésze, teljesen rendhagyó módon, nem hiszem, hogy ez megterhelni a gyerekeket, vagy akár csak föl is tűnne nekik, hogy mi zajlik itt a táborban, hát természetesen az ismereteknek a közvetítése, és akkor utána a nagy élmény persze a víz, és annak mindenféle spektruma, amit csak belefér, amit majd az időjárás engedni fog. Talán valóban erről van szó, hogy ez egy új profilja a Magyar Múzeumügynek általában, tehát sokkal nyitottabban kell a múzeumoknak működni, és sokkal inkább a közönség felé fordulni, a kommunikáció lenne itt a varázsszó, tehát a múzeumnak a tudása és a múzeumnak az árt értékei valahogy el kell, hogy jussanak a felhasználók irányába. Hát erre a legideálisabb közeg, amikor gyerekekkel foglalkozhatunk, hiszen ott tudunk kapcsolódni az iskolai ismeretekhez, és könnyű helyzetünk van, hiszen hogyha a gyerek kilép az iskolából, akkor az már eleve egy élmény számára, úgyhogy most már eljutottunk oda sok-sok év munkája után, hogy nagyon szívesen jönnek hozzánk a gyerekek, mi erre is nagyon büszkék vagyunk, és megpróbáltuk megtalálni azokat a foglalkozási formákat, amik olyan nagyon-nagyon jól hasznosulnak. Hiszen pont az a nehézségünk, hogy nem iskolai keretek között tanítunk, nincsen konkrét tanterv, nincsen meg a füzet, nem ismerjük a gyerekeket igazán, akikkel foglalkozunk, tehát sok-sok rögtönzés, sok-sok élményelem kell, hogy megtöltse ezt a gyerekekkel való foglalkozást, és hát ugyanakkor meg a küldetésünk, hogy valamit ugye a mi zárt világunkból, a mi tárgyainkból, a mi adatainkból, a mi tudásunkból mindenképpen közvetíteni szeretnénk.